A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, a hagyományunkhoz hűen március 15-én nemzeti ünnepünkön átadták a Királyi Város legrangosabb újságírói elismerését, a Penna Régia díjat, amelyet nagy örömünkre ebben az esztendőben Haufe Andor munkatársunk, a Fehérvár Média Centrum gyártásvezetője vehetett át. Még egyszer gratulálok, bár már számtanszor megtettük. No. Ez egy életúti interjú lesz, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra, hiszen kevesen tudják, nyilván majd beszélünk a gyártásvezetői feladatokról, hogy egy kivételesen fontos személyiség egy televíziós kultúrában a gyártásvezetői. Ahhoz azonban, hogy eljussunk eddig, egy kicsit majd elmegyünk az atlétika pályára, a Magyar TV-be, aztán az új évezred pedig meghozott nekünk téged, ha úgy tetszik, hiszen 2001-től vagy itt Székesfehérváron. Kezdjük talán azzal, hogy egy ízig-vérig pesti srác miként választ magának sportágat, mert óvatatlanul is keveset beszélünk arról, hogy te egy rendkívül tehetséges és, ha úgy tetszik, eredményes atléta voltál. Nem én választottam az atlétikát, az atlétika választott engem. Jelesül a általános iskolai testnevelő tanár személyében, aki fölfigyelt arra, hogy hát bizony a futás nekem jól megy. És ő javasolt a Budapesti Honvédban, és ott jelentkeztem, megpróbáltak, ott maradtam. 12 évesen kezdted. Azt hiszem, hogy az egy 1972-t írtunk, amikor elkezdted, és 1980-ig azért eltelt annyi idő, hogy kiderült, hogy bizony tehetségnek sem vagy híján. Hát igen. Igen. Nagyszerű edzőim voltak, úgyhogy ők nagyon hamar észrevették azt, hogy valami még lehet is bennem, hát Kazi Olga és Spiriek Bozsi Dárné nagyon nagy nevek voltak a szakmában, sőt, még mai napig is azok. Ez, hogy tehetség mennyire volt bennem, azt hiszem, nagyon sok angyalföldi fiúba benne volt ez. Lévén egész nap a patakparton, az utcán és a sportpályákon töltöttük, úgyhogy hamar kiderült, hogy ki mire alkalmas. Miként választottál távokat? Hiszen középtáv 400 és 800 méter, két rendkívül munkás, hiszen gyorsaságálló képesség egyaránt kell ehhez. Hát ez az, hogy állóképességem több volt, mint gyorsaságom. Tehát rövidebb távra nem igazán voltam alkalmas, a hosszabbaknál meg már elfogyott az erő. És ez a 400 meg a 800, ez pont jó volt, hogy erővel is bírtam, és gyorsasággal, tempóval is. Melyik volt a kedvenc távod? Hiszen hát a 400 meg a 800. De úgy értem, hogy kettőből, hiszen bajnoki címet azért váltóban szereztél, ami azt hiszem, hogy megsüvelem. Igen, országos váltóbajnokságon többször nyertünk akkori váltótársaimmal, meg Budapest bajnokságok azok voltak, meg ilyen a mini Spartakiádnak nevezett az akkor szocialista blokk országai rendeztek időnként egy ilyen atlétikai versenyt, hol itt, hol ott, Románia, Bulgária. Időközben aztán 77-től párhuzamosan a Magyar Televízióba kerültél. Ez hogy jött? A Magyar Televízió munkatársának lenni, az ma is, de akkor is egy rang volt. Hogy sikerült oda beilleszkedned, hiszen egészen fiatalon kezdted? Igen, 18 évesen. Ez úgy volt, hogy a gimnáziumi utolsó évben, negyedik évben
egy képzőművészeti versenyen indultam, és azt a Magyar Televízió közvetítette, és ott beszélgettünk az akkori tévésekkel, és mondták, hogy nincs kedve, de hát nem mondom, lenne kedvem, és bekerülhettem volna, mint díszletfestő a televízióba, és én ezt nem fogadtam el, és egy pár hónap múlva behívtak a zenei és kulturális főszerkesztőségre, és ott a képzőművészeti osztályon lettem felvételvezető. Az már egy óriási lépés. Mi a felvételvezető dolga? Hiszen az emberek többsége nem is tudja, hogy milyen olyan munkakörök vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy mi egyáltalán lássunk egy adást. Erre van egy alapvető mondás, hogy a felvételvezetőnek mindent tudnia kell. A gyártásvezetőnek meg azt, hogy hol van a felvételvezetője. Tehát akkor még más volt. Tehát akkor még kijártunk forgatásokra. Igaz, hogy többen is voltunk a Magyar Televízióban, tehát adott produkcióról jutottak emberek, hogy menjünk a stábból. Ma már ez nem annyira szükséges. Igen, hát ez egy tucat év volt, de nem tucat munka mindenképpen, hiszen olyan képzőművészeti filmek elkészítésében vehettél részt, ami azt hiszem, hogy ma is hiányzik egyébként a kínálatból. És ez 12 év alatt ez egy fantasztikus teljesítmény. Itt van egy jó néhány felsorolás nálam, de a hét műtárgya, a Déri Múzeum, a Kassák, a Csontvári, az mind-mind a tiéd volt, mielőtt elkezdtél volna hivatásszerűen a sporttal foglalkozni? Nem, a sporttal meg a televízióval egyszerre foglalkoztam, sőt, még a jogi karra is fölvettek akkor, és emiatt maradt el az atlétika, mert hát ugye napközben munka, este egyetem, úgyhogy a kettő az elég volt, a harmadik az már sok lett volna. Ugye 1989-et írtunk, és az már egy nagyon fontos dátum az életedben, hiszen a sportszerkesztőség felvételvezetőjének lenni az egy rendkívüli kihívás. Sőt, azt mondom, hogy ma, amikor mi hozzászoktunk, hogy kismillió sporttévé van, akkor nem volt csak telesport, és ráadásul én azt mondom, hogy olyan nívós műsorok készültek, amihez a felvételvezetőnek maximálisan hozzá kellett járulnia. Igen, hát ott rengeteg helyszíni közvetítés volt, amire ki kellett menni, és hát minden héten volt egy ügyeletes gyártásvezető, felvételvezető páros, aki benti stúdió munkákat levezényelte. És hát meg annyi világverseny. Én azt hiszem, hogy aki egy-egy világversenyen hazánkban már résztvevőként ott volt, az nagyon is jól tudja, ha a televízió előtt ült, ha személyesen látogatott ki a stadionokba, hogy az egy óriási munka, hiszen meg annyi felvétel, fantasztikus képsorok, és ennek az egyik alapja, hogy egy olyan felvételvezető, olyan gyártásvezető legyen, aki ezt tudja koordinálni. Ez így van. Sajnos nagy külföldi világversenyen én nem jártam. Bentről a stúdióból követtem, általában ez a szokásos heti ügyelet címszóval. Az elég embert próbáló volt különös tekintettel akkor, hogyha az illető világverseny vagy olimpia az mondjuk tengeren túli volt, mert akkor éjszakában nyúlott, és mondjuk hajnalban jöttek meg az esti eredmények, meg az esti sportesemények, tehát gyakorlatilag 24 órában benn kellett lenni. Úgyhogy ez egy hosszú műszak volt. A családod miként viselte, hiszen a budapesti családodra gondolok itt elsősorban, igen, hiszen ez egy teljes embert kívánó, reggeltől reggelig tartó munka tulajdonképpen. Amiben belefért ilyenek azért, ezt említsük meg, hogy volt ökölvívó VB akkoriban, atlétikai volt, Európa-bajnokság, igen, tehát igen. Ezek nívós, fantasztikus programok. Igen. Hát nehezen. Szerintem részben ez is belejátszott abba, hogy elváltunk. Úgyhogy televíziózni, meg egyetem együtt,
Nehéz dolog. Az igen, ez nehéz dolog volt. És megérkeztünk, bár ez most rövidnek tűnt, de megérkeztünk Fehérvárra. Új évezet. 2001-et írtunk, és egyszer csak feltűntél, és én máig is nagyon köszönöm áldott emlékű igazgatónknak, Sipos Józsinak, hiszen ez egyik oldalról az ő gondolata volt, másrészt pedig akkor terjeszkedett a Fehérvár Televízió, hiszen azért valljuk meg, előtte csak a maihoz egyáltalán nem hasonlított, ezt mondhatjuk. Mi hozott Székesfehérvárra? Hát a kényszer is egy részben, azon kívül a második házasságom itt köttetett Fehérváron. A kényszer az az, hogy 99 és 2000 fordulóján, meg még 2001-ben is a Magyar Televízióban nagyon nagy leépítések voltak. Ebbe belekerültem én is. És akkor, amire én feleszméltem, addigra az akkor megalakuló kereskedelmi tévék jó része már nagyon telítve volt. Viszont én nem zárkóztam el attól, hogy körbenézzek, ne csak Budapesten, hanem máshol is. És így kötöttem ki Fehérváron. A Sipinek nagyon jó szeme volt, annál is inkább, hiszen a Sportújságíró Szövetségnek az egyik vezetőjeként. Igen. Azért ő átlátott a szitán, ha úgy tetszik, és sikerült remek munkatársakat találni. A közéjük tartoztál te is, hiszen akkor szintet lépett a Fehérvár TV. Nehéz volt egyébként beilleszkedni Fehérváron? Milyen gondolatokkal érkeztél? Nem volt nehéz beilleszkedni, sőt, nagyon könnyű. Hát ebbe azért sokat segített a mostani feleségem, meg úgy általában én rengeteget jártam le Fehérvárra. Hát Csipit is, Ondést ismertem. Hát ugye a jégkorong mérkőzések miatt még, mint magyar televíziós, és a labdarúgó mérkőzések miatt, és a kosárlabda mérkőzések miatt is én nagyon sokat fordultam meg Fehérváron. Tehát maga a város nem volt annyira idegen nekem, hogy eltévedtem volna benne. Tehát gyakorlatilag gyorsan ment a beilleszkedés. Határozott elképzelésekkel jöttél? Vagy ugye fel kellett térképezni, hogy egyáltalán egy vidéki városban egy helyi televízió, hiszen akkor még nem médiacentrum volt, miként működik? Éppen ez az, hogy volt némi fogalmam, hogy milyen itt a helyi televízió, az előbb említett Sipével való ismeretség miatt. Meg hát azon kívül, hogy kisebb, gyakorlatilag ugyanazokat a feladatokat látta el akkor, mint most, mint a Magyar Televízió. Tehát a gyártásvezető ott is, gyártásvezető itt is. A sportmérkőzést ugyanúgy rögzíteni kell a kultúrával, ugyanúgy kell törődni, mintha ott törődnénk vele. Tehát olyan nagy különbség csak méretben, hogy kevesebb ember, kevesebb stáb. Igen, hát az első időszakban a sport az mindent vitt, ha úgy tetszik, hiszen a Fehérvár Televízió sportszerkesztősége segítségével láthatták a labdarúgó, a kosárlabda, a kézilabda mérkőzéseket, jégkorong mérkőzéseket, hiszen nem voltak nagy sporttévék még, ami azt hiszem, hogy nagy kihívás. Gyorsan beilleszkedtél, azt nagyon is jól tudjuk, és társra találtál. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az első házasságodból a lányoddal most a Penna Regia díj kapcsán találkoztunk, akinek a férje egyébként egy fantasztikus vízilabda, jelenleg a világklasszis Fradi vízilabda csapatának vezetőedzője. Így van. És itthon viszont most már itthon vagy, és társra találtál. Ez egy fontos pillanat volt számodra? Persze, természetesen. Természetesen társ nélkül nem nagyon mennek a dolgok. Szóval azért a beilleszkedés, a munkakeresés, mondjuk itt azért volt némi előnyöm, de mindenben nagyon-nagyon fontos volt, hogy nekem van egy tündém.
Hogy érted meg gyártásvezetőként a Fehérvár Televízió médiacentrummá válását, illetve folyamatos fejlődését? Hiszen nyilvánvaló, hogy küszöböket kellett átlépnie az itt dolgozóknak is, technikában is, tehát te azok közé tartozol, akik a VHS-től eljutottunk most már az abszolút automata történetekre. Hát koromat tekintve a VSS-től jutottunk el idáig. Ezeket én szükségesnek tartom, nem ijesztőnek. Mindenféleképpen lépést kell tartani minden televízióval, mind technikailag, mind pedig tartalom szempontjából. És a Fehérvár Televízió ez ügyben szerintem igenis jól haladt. Tehát ugye ez a lépésről lépésre. Igen. Kezdjük azzal, hogy melyek voltak azok az első pillanatok, amikor már tudtad, hogy itthon vagy? Az első pillanatom, amikor beléptem a Fehérvár, még néha Magyar Televíziót mondok, a Fehérvár Televízióba, akkor már tudtam, hogy én itt, mint televízió, itthon vagyok. És nyilván barátságok is köttettek, hiszen anélkül nincsen. Ma már Fehérváron nem semmi túlzás nincs abban, hogy rendkívül népszerű vagy, nagyon sok ismerős vesz körül, és de miként ismerted meg Fehérvárt? Azt tudjuk, hogy rengeteget sétálsz ma is. Hát sokféleképp. Kihívásnak tekintetted egyébként, hogy otthonná varázsold nem csak a saját lakásodat, hanem a királyi várost is? Igen, az rendkívül fontos, hogy a város az olyan legyen nekem tényleg, mint hogyha az otthonom lenne, és ez az is. Én kedvelem Fehérvárt. Szóval bennem egy másodpercig nem merült fel az a kétely, hogy valami letargiát vagy szomorúságot vált ki belőlem, hogy egy 2 milliós városból leköltözök egy 100 000-esbe. Nem, itt is ugyanúgy megtalálom mindazt, amit Budapesten, annyi különbséggel, hogy arányaiban sokkal több embert ismerek, sokkal több a jó barátom, még olyan is, akit csak annak lehet mondani, mert ritkán találkozunk, de valószínűleg ez a város, ez nekem rendeltetett. A Fehérvár TV, illetve a médiacentrumi szintet lépett az elmúlt időszakban, tehát most már mondhatjuk, hogy az a több mint 20 esztendő, 24 esztendő, mióta itt vagy köztünk, fontos pillanatokat adott neked is. Melyek voltak a kulcspillanatok? Volt-e olyan időszak, amikor azért nehézségeik voltak, amelyeket aztán le kellett győznöd? Magában a szakmában nem igazán éreztem nehézséget. Ugye az előttem levő 23 év, amit hoztam magammal, az azért egy kis tapasztalatnak jó volt. Ami problémás volt, egy-két egészségügyi probléma, ami hál' Istennek a barátaim mellém álltak, kollégáim mellém álltak. Úgyhogy életemnek ez a része el van felejtve, de úgy nem éreztem nehézséget itt Fehérváron, hogy különösebben probléma lenne nekem a beilleszkedés. Az, hogy kitágult a világ, ebben is rendkívül fontos szerepe van a gyártásvezetőnek, hiszen tudjuk, hogy nem csak a szűkenvet agglomerációs övezetben lehet Fehérvár Televíziót látni, hanem nagyon sok magyar televíziós, TV2-es, Duna TV-s felkérés is érkezik. Ezt miként sikerül napról napra megoldani, hiszen ez egy új kihívás? Megvan ennek egy bejáratott útja, módja, nem különösebben bonyolult. Megkapjuk a megrendelést a nagyobb televízióktól, amennyiben tudjuk vállalni.
mert van olyan, amikor vállalhatatlant kérnek, valamelyik nap az egyik kolléganőmtől kérték, hogy a óra átállítás, hogy átállítják a nagy köztéri órákat. Hát ilyen nincs, hogy ezt mi föl tudjuk venni, mert lévén, hogy központilag állítódnak át ezek a szerkezetek. Hol tartott a műsor? Ott, hogy tulajdonképpen azok a műsorok, amelyekkel most büszkélkedik a televízió, azokat fel kellett építeni. Hát volt hozzá ismerettség. Van itt jó pár kolléga, aki a Magyar Televíziótól jött. Van, aki több televíziót megjárt. Tehát jól tudjuk ezeket kezelni a megrendelések alapján, a szerkesztő kollégák, a vágó kollégák, meg mindenki, hogy időbe pontosan ezeket leforgatjuk, megvágjuk és elküldjük a Magyar Televíziónak adott esetben. Tehát ez amilyen ijesztőnek tűnt, amikor hirtelen beindult, most már gyakorlatilag a napi rutin része. A rendkívüli kihívás egyéb iránt a híradó mellett, de én azt mondom, hogy a híradó mindig a legfontosabb. Mennyiben segít a híradó, miként látod te kívülről, hiszen ez egy nézett műsor értelemszerűen, hozzájutnak a legújabb információkhoz a székesfehérváriak, és mondom a szűken vett agglomerációs övezet is, hogy a híradónak makulátlannak kell lennie. Hiszen pályázathegyek vannak ma már, pályázatok nélkül egyetlen egy helyi televízió nem tudna működni, mondom én. És ebben a gyártásvezetőnek kulcs szerepe van. Híradó. Kikerülhetetlen. Az adja meg minden televíziónak az igazán az arculatát, a sokszínűségét. De Fehérváron ez is jól működik. Egy olyan szerkesztői, vezetői garnitúra figyel a híradóra, hogy tényleg napra, percre készek a kollégák. Tehát nem maradunk le semmi olyan, ami nagyon érdekes, és színes, sokoldalú híradót tudunk a nézők elé tenni. Az megerősítést jelentett számodra, hogy most már végre otthonra talált jó néhány esztendeje itt a Fehérvár Televízió, illetve a Média Centrum, hiszen a Jókai utcában már meglehetősen szűkösen voltunk, azért azt halljuk meg. Hát a Jókai utca szűkös volt, de szép volt. Nekem azért, mert ott kezdtem a fehérvári szereplést. Ez a mostani helyünk, ez viszont televízió már. Szóval az egy régi téglaépület, nem arra találták ki, amit mi benne csináltunk, ez viszont már hasonlít egy televíziós stúdióhoz. No, és akkor most megérkeztünk a mához. Érdekes, hiszen a nyugdíjba vonulásod pillanatára esett nem pontosan a Penna régiadíj. És nagyon is jól tudjuk, hogy a gyártásvezetőre mindig szükség van. Vártad már egyébként, hogy a nyugdíjat? De nem lettél nyugdíjas, azért megnyugtatom a nézőket. Nem vártam. Fele más érzés. Egy picit ott volt az, hogy vaj, de jó, de jó. A másik részében, meg a nagyobb részében meg ott volt az, hogy megölegettünk. És hát ez meg nem jó. Viszont maradtál. Egy pillanatnyi kétség nem merült fel, hogy itt a helyet természetesen. Hogy fogadtad az értesítést a Penna régiadíjról? Meglepve. Mert ez nem igazán az a díj, ami gyártásvezetőhöz szokott kerülni. Ez most kivételes volt, külön meglepett, hogy a közgyűlésünk ezt megszavazta. És hát örömmel, mert még inkább erősítette a televízióhoz, meg a városhoz való kötődésemet. Most már fehérvári vagy ízig-vérig. Igen. Mondhatjuk. Igen. És én azt hiszem, hogy az ott elmondott beszédedet is érdemes lenne citálni, hiszen
némiképp meghatottan, de nagyon tisztán és világosan mondtad el azt a kötődésedet, ami kialakult az elmúlt időszakban. És én ott figyeltem a népet, hiszen ott voltunk nagyon-nagyon sokan, a fehérvári pillvakban természetesen, hogy ugyanezt láttam lelked Jobbik fején Tündén is, és a lányod is itt volt, ő is. Ez meghatott egy kicsit, ez a történet? Persze, persze. Különös tekintettel, hogy polgármester úr is meg többen elmondták, hogy én igazán a kamera azon a felé szoktam lenni, kevesebb beszéddel, és most hirtelen beszélni is kell, úgyhogy díj is, meg másik fele is a kamerának szokatlan volt egy kicsit. No, kedves Andor, mit kívánjunk neked? Már kívántunk annyi minden jót, azt hiszem, hogy nem csak a Fehérvár Média Centrum munkatársai, hanem a sok-sok székesfehérvári, jó néhányszor ott voltam én magam is, tehát nagyon-nagyon jó történet. De te mit szeretnél még? Egészségben még jó pár évig kiszolgálni és kedvelni titeket. Jó. Mi pedig próbálunk megfelelni azoknak a kívánalmaknak, amit egy gyártásvezető felénk történésekben szeretne, és én azt gondolom, hogy ez így is lesz. Nos, valamennyiünk nevében, valamennyi televízió néző, valamennyi székesfehérvári és valamennyi munkatársad nevében még egyszer gratulálok a Penna Régia díjhoz, és köszönöm, hogy vagy nekünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Haufe Andor volt, a Fehérvár Média Centrum gyártásvezetője, aki március 15-én nemzeti ünnepünkön átvehette a Penna Régia díjat, Székesfehérvár a királyi város legrangosabb újságírói elismerését. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.